Be a szembe kell csuknom az ajtót, mert a másik szoba ideig bevisszhangzik, ami így csodálatos dolog. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban a 2023-as statisztikámat, olvasási statisztikámat fogjuk áttekinteni. Tavaly ez a videó kimaradt energiaidő hiány miatt, plusz nagyon sok egyéb videóm volt, és így nem akartam, hogy átcsusszon februárra, bár idélem, hogy át fog csúszni februárra a Percy Jackson miatt, de mindegy. Úgyhogy én így nagyjából összegzem, hogy hogy volt, mint volt, majd bevágod szépen valahova, nem tudom, a kis diagramjaimat, amik vannak, mert igen, vannak. És akkor nézzük is. A tavalyi évemről azt kell tudni, hogy ritka mód szenvedtem nagyon sokszor az olvasással, ilyen mindenféle okokból, és a tavalyi évemet pont emiatt nagyon rosszul is éltem meg, mert nem az olvasás miatt, hanem csak úgy simán a tavalyi évet nagyon rosszul éltem meg. Úgyhogy ez annyira szerintem a statisztikámon nem látszódik, de hogy én nagyon éreztem az olvasáson is, meg magamon is nyilván. Úgyhogy ilyen újévi célkitűzéseim nem nagyon vannak, hogy úgy őszinte legyek. Igazából ugyanott tartok, hogy ja, nagyjából olyan könyveket szeretnék olvasni, amiket élvezek olvasni, és akkor így ezzel ki is lőttük, tehát például a Goodreads-es Reading Challenge-emet 40 könyvre lőttem be, az olyan nagyjából teljesíthetőnek látom, még akkor is, hogyha esetleg idén is beüt a krach, és tényleg nem tudom, hogy nagyon fogok olvasni, bár eddig egész jól indítottam, úgyhogy reménykedjünk. A lényeg, hogy így a tavalyi évem az eléggé nye volt. Annyi változás történt a legutóbbi ilyen statisztikás videóhoz képest, hogy idén nem saját Excel táblázatot vezettem, hanem tavaly annyira keverem, szóval 23-ban még Andinán láttam ezt a Copile rendszert, és én is ki akartam próbálni, mert úgy éreztem, hogy túl jó szívűen csillagozok. Spoiler, még mindig túl jó szívűen csillagozok, de mindegy. Viszont nagyon tetszett, amik benne voltak ebben a táblázatban, úgyhogy végül így szerintem egy hónap után ezt kezdtem el használni. Úgyhogy ezt is használtam egész évben, úgyhogy ez alapján fogjuk majd nézni. Ebben kicsit más adatok vannak, meg más adatokat gyűjtöttünk, úgyhogy gyűjtöttem. Úgyhogy szerintem kicsit izgalmasabb lesz, mint amúgy az eddigi dolgok, amiket én így nézegettem. Na de, akkor vágjunk is bele. Szóval, 2023-ban összesen 63 könyvet olvastam, ami nem egy rossz teljesítmény. Nekem nem tűnt olyan soknak, vagy nem tudom, nem vagyok olyan elégedett vele, de nem azért, mert kevésnek tartom, hanem inkább azért, mert szerintem még úgyis, hogy próbáltam olyan könyveket olvasni, amiket alapvetően így kedvem volt hozzájuk, meg élveztem volna. Még így is úgy érzem, hogy nagyon sokszor inkább olyat olvastam, amihez kevésbé volt kedvem. Pontosan ezért is volt ez, hogy évvégén egy könyvet le is raktam, 160 oldalnál, és mondtam, hogy jó, akkor innentől elkezdjük a DNF-ezést, mert az, hogy nem hagyok félbe könyveket, annyira már nem működik egyszerűen. Úgyhogy ez így az egyetlen újévi fogadalmam 2024-re, hogy ami nem megy, azt nem erőltetjük. Ez lesz a mantrám. Ez, hát az oldalszám az mindig ilyen trükkös. A MOL szerint 19.208 oldal, a Goodreads szerint 18.571 oldal, de ott lehet, hogy voltak magyar könyvek, amiknek az oldalszáma nem volt fönt, és a Copilot statisztikám szerint 19.599 oldal, szóval egy ilyen 19.500-ban kiegyezhetünk, hogy majdnem megvolt a 20.000, de nem, éppen nem. Igazából, hogyha befejeztem volna az Evelyn Hardcastle 7 halálát, akkor talán pont meg lett volna, de ezek olyan dolgok, amiken nem stresszelek, mert annyira nem érdekel a molyos plecsni. Oké. És igen, szóval 63 befejezett könyvem volt, és 64 könyvet olvastam így összesen, csak ugye egyet felhagytam. Oké. Igazából ezek, amik molyról érdekesek. Goodreadsről talán, ami még ilyen érdekes statisztika, a legrövidebb könyvem 64 oldalas volt, a leghosszabb 827 oldalas a Goodreads-es oldalszámok alapján. Szerintem a Winter a magyar kiadásban rövidebb, de mindegy, nem szoktam már állítgatni kiadást. Átlagos oldalszámom 294 oldal volt, úgyhogy ez egyébként egy tényleg ilyen átlagokat ez a statisztika nem is néz. Nem,
baj, mindegy. Tehát olyan 200, tehát olyan 300 oldalas volt az átlagom, ami egyébként tök reális, mert ugye nekem ilyen 300 oldal az, ami a lélektani határom, tehát hogy az után már komoly elköteleződés kell egy könyv mellett. Szóval ez egyébként azért is reális, nyilván reális, Istenem, ezek hülye szavak, mindegy, tehát ugye olvastam egy csomó képregényt, meg rövidebb könyvet, viszont olvastam egy csomó ilyen 500 plusz oldalas könyvet, ugye elég hosszúakat sikerült Devabad például, és akkor ezek így kiátlagolták egymást. Goodreads-on a legtöbbet olvasott könyv ezek közül az Eragon volt egyébként, a legkevesebbet, meg ez. De ezt kb. Én vittem fel, úgyhogy nem csodálkozom. Goodreads szerint az átlagos értékelésem 4.3 csillag volt, ami szintén oda megy vissza, hogy túl jó szívűen csillagozok, pedig Goodreads-en lefelé szoktam kerekíteni, tehát a 4,5 csillagos könyveket 4 csillagra értékelem mindig, de ez egy külön dolog. A Copilot rendszerem szerint is körülbelül szerintem ez volt, csak meg kell keresnem. Hát igen, az átlagos értékelésem a Copilot rendszerben 8,35 volt, ami 4,5 csillagot jelent. Tehát átlagosan a legtöbb könyvnek 4,5 csillagot adtam, ami teljesen valid, mert tényleg a 4,5 az volt a legtöbb, és ugye ez Goodreads-en 4. Szerintem még mindig nem, tehát nem akarok feltétlenül lecsillagozni könyveket, csak szerintem egy csomószor így még mindig nem tudom annyira rátenni egy skálára, vagy nem is tudom. Igazából, hogyha tetszett, és nem volt különösebb bajom, akkor 4 csillag, tehát hogy így... Igen, lehet, hogy lejjebb kéne vinnem, csak ugye, ha meg már 3 csillagot írok, azt már valaki rossz értékelésnek veszi, amikor ez még egyébként egy ilyen... Nem tudom, ez mindenkinél szerintem nagyon más. Mindegy. Na, és igazából ezek a Goodreads-ről azért... Érdekes infók szerintem. Most az, hogy az Ezüsterdő volt a legmagasabbra értékelt az összes olvasmányom közül, az azért van, mert az Ezüsterdőt nyilván a Goodreads-en kevesen értékelték. Na. Azt akkor menjünk bele a Copilot-os értékelésbe, mert itt ilyen csuda jó dolgok vannak. Nagyon sok mindent néz egyébként ez. Ami még ilyen érdekes lehet, és ezt eddig nem gyűjtöttem, az a hány új könyvem lett egy évben, és tavaly 46 új könyvem lett, amiből 28-at olvastam is, úgyhogy szerintem tök jó arányban állok, és jövőre már beírtam a táblázatomba, hogy mi a recik és a nem recik aránya, illetve ebből mindegyik egyébként fizikai könyv volt, egy darab volt, amit elkönyvként vettem meg, ilyen Amazonról, egy euró, vagy ami az egy dollárért. Jó, van egyébként sorozat tracker is benne, az alapján 11 sorozatom van folyamatban, amit így 2023-ban olvastam, tehát 2023-ban 11, nem 11 sorozatom volt, 18 sorozat egyébként, de 11 az, ami még nincs befejezve, 6 lett befejezve, és amúgy tök jó vagyok, 6 sorozatot befejeztem. Az egész jó arány, nem? És egy sorozatot jelöltem, úgyhogy nem fogom folytatni. Ezek ilyen érdekes dolgok, ez mondjuk tök örülök, hogy ebbe a statisztikában vannak ilyenek is. Jöhet ilyen, hogy melyik hónapban mennyit olvastam, oldalszám, meg ilyenek, ezeket így külön nem részletezném, az összesítést elmondtam. Hangos könyvhallgatás is nekem annyira nem egy ilyen fontos statisztika, de amúgy 65 óra volt kb. A hangos könyvezésem. Amúgy egész jó volt idén az angol-magyar olvasmányaim aránya, mert hogy 35 könyvet olvastam magyarul, az összesből, és 29-et angolul. És 43 volt fizikai könyv, 11 volt hangos könyv, és 10 volt e-könyv. Újraolvasásom nem volt sok, összesen 3 darab, az összes többit első alkalomra olvastam. Úgyhogy idén se volt annyi újraolvasás. Tavaly, mindegy, ha idént mondok, kb. 2023-ra gondolok az idő 90%-ában. Egyébként 2024-ben, ami nekem ilyen tényleg újra szeretném olvasni kategória, az ők itt. Főleg a Percy Jackson sorozat miatt is, meg mert már nagyon régen olvastam újra egyébként. Még nem is a Percy Jacksonokat, hanem az Olympus hőseit. Főként azt. Úgyhogy igen, ez egy ilyen, amit szeretnék majd csinálni, de nem biztos, hogy eljutok odáig, szóval meglátjuk. Ez ilyen nem kőbevésett tervem azért, na.
A sorozatok és az önálló kötetek aránya is egyébként szerintem tök jó volt, mert hogy kb. Fele-fele, 28 volt egyedülálló kötet, 36 pedig sorozat. Igen, és na igen, itt is van, hogy 10 sorozatot kezdtem, tehát 10 sorozat volt, amit most kezdtem el, tehát az első kötetet ebben az évben olvastam, 23-ban. Ami folytatás volt sorozatnak, az 26 darab könyv volt, ami befejezett sorozatom lett, az 7 darab. És ja, itt szerintem nem jelöltem be azt az egyet, amit felbehagytam, mert nem írja. Majd bejelölöm. Aztán itt nézi, hogy milyen könyvklubokhoz, readathonokhoz olvas az ember. Mondjuk, aki többbe vesz részt, annak ez kicsit biztos relevánsabb. Nekem, ami könyvklub, az mindegyik BookTube könyvklubos volt. Egyébként összesen 3 darab, mert idén nem olvastam sok BookTube könyvklubos könyvet. Readathonos könyvem is összesen 11 darab volt, ebből egy volt a Creepathonra, 2 volt az Avatar Readathonra, 1 volt a Görög Goddess Readathonra, ezeken kevésbé voltam aktív részvevő, még a Creepathonon egészen aktív voltam egyébként, és a Sötét Zölden, igen, 7 darab volt a könyvkempinges olvasmányom, mert ugye 2023-ban volt egy könyvkempingünk is. Olyan messze volt ez a február, hogy már nem is emlékszem ilyenekre. Összesen 11 különböző műfajból olvastam, de ezt úgy kell nézni, hogy a fő műfaja a könyvnek igazából, amit én elsődleges műfajnak adtam meg. Nyilván a fantasy volt a dominánsom, ez minden évben így van, ez 28 volt. A második legtöbbet olvasott műfajom pedig a romantikus. Én tudom, hogy nagyon sok romantikus könyvet leszoktam húzni, és azért mindenki azt hiszi, hogy nem szeretem a romantikus könyveket, pedig én egyébként tökre imádom őket, csak nagyon sok romantikus könyvet úgy írnak meg, hogy én nem szeretem. Nem azt a fluffy romantikus könyv érzést adják nekem, amit én szeretek, hanem amit nem szeretek. Na. De hogy volt itt literary fiction, kaland, science fiction, az volt egyébként a harmadik, ja nem, mert a kaland. Jó, de a kaland az ilyen gyerekkönyv köztes kategória, az mellett szerintem egy csomó fantasy volt. Science fiction volt még 5 darab, ez nem tudom, azt oda nem írja, de van itt még, igen. Mágikus realizmus, klasszikus, kortárs, non-fictionből is 2, horror, meg mi az, nyomozós, krimi. Könyvhosszúságokat is, hogy mik között olvastam a legtöbbet. Egyébként a legtöbbet 350-400 oldal között olvastam, 150-200 között, meg 250 és 300 között. Szóval ez így körülbelül, igen, az a 350-400, az szerintem ez ilyen, a romantikusok voltak körülbelül azok, meg ami nagyon sok, tényleg ilyen rövidek könyvet olvastam. De volt itt 7, tehát a leghosszabb az a 750-es kategória volt, tehát a Goodreads-en lévő, mint mondtam, nem állja meg a helyét. Szerintem kb. Az Aranybirodalom volt, meg a Winter. Ez a 2. De volt itt bőven, tehát azért így elég, majd bevágom nyilván a izémet, diagramomat, és akkor ott lehet nézni. 1000 plusz oldalas könyvet nem olvastam. Hogy milyen formátuma volt, most ez a formátum úgy kell érteni, hogy regény, képregény, kisregény, ezek. Nyilván a legtöbb az 41 regény volt, de volt itt novellás kötet, nyilván képregény, de amúgy egész kevés képregényt olvastam. Mondjuk van komik, meg grafik novell, nem tudom mi alapján kategorizáltam, mert akkor összesen 11 képregény, én annál maradok. Jó, mangának is írtam a fangirlöket, szóval itt egy kicsit ilyen, amikor nem tudom, hogy mi hova tartozik, akkor az érdekesen néz ki, na mindegy. Hát van ilyen, hogy eredeti nyelve a könyvnek, nyilván a legtöbbnek angol, de azért volt pár barangolásom is. Nem annyi, mint szerettem volna, de ez nem a barangolások éve volt. Összesen egyébként 25 fordított könyvet olvastam. Amit ugye úgy kell nézni, hogyha angolul olvastam, akkor a legtöbbnek angol volt az eredeti nyelve. Jó, az, hogy melyik kiadótól, a Cicerótól olvastam a legtöbbet, mert egyébként a képregényeik miatt, mert sokat újra is olvastam, aztán a Scholastic volt az a Wings of Fire-ök miatt, és a Könyvmajképző volt a harmadik legtöbbet olvasott kiadóm 5-tel, de egyébként a Mórától meg a Boomboxtól volt még sok, így több. Az, hogy hogyan kaptam a könyveket, na az még egy érdekes dolog, összesen 18 recenziót olvastam idén. Valamiért ez kevésnek tűnik, de mindegy.
14 volt scriptes, 9 volt, amit így ajándékba kaptam, de az egyébként szerintem úgy átfedésben van a már meglévő könyveimmel, mert hogy lehet, hogy valamit nem jeleztem ajándékba kapottnak, amit már régebben kaptam ajándékban, na mindegy. Kölcsönkönyv volt 3, Kindle-on olvastam 4-et, igen, és ezek voltak a kategóriáim. Hát igen, az, hogy mit mennyire értékeltem, Goodreads-en 22 volt 5 csillagos, 35 volt 4 csillagos, 6 darab volt 3 csillagos, 3 csillag alatt nem értékeltem. A félcsillagos eloszlás egy kicsit árnyalja jobban a dolgokat, de nem sokkal, mert még úgyis nagyon jól értékelek könyveket. Az átlag életkor az idén, szerintem az is egyébként így a Wings of Fire miatt 27 volt middle grade gyerekkönyv, 18 volt felnőtt könyv, és 19 volt JA, szóval úgy egész jók az eloszlási arányaim. Hát az, hogy melyik évben a legtöbb egyébként 2022-es és 2023-as kiadású könyv volt, úgyhogy egészen friss könyveket olvastam. Aztán lehet még mérni ebben a Copile-ban az LMBTQ reprezentációt, meg a LMBTQ a reprezentációt, igen, meg a disability, bocs, most nem tudom, hogy ez hogy van magyarul. Ezt nem mondom, hogy mindig jól tudtam jelölni. Az biztos, hogy nagyon sok olyan könyvet olvastam, amiben nincsen így egyáltalán ilyen disability reprezentáció. Vagy én nem tudtam, hogy azt annak kéne kategorizálni, mert ilyenek is vannak, mert most azért ez is egy... Például a Percy Jacksonokban, amiket olvastam, ugye abban van hiperaktivitás, az ugye annak kategorizálható, de lehet, hogy én nem gondoltam így annak mondjuk, és akkor nem jelöltem, szóval ez nem biztos, hogy ez a legjobban vezetett statisztika részem. Az LMBTQ repem sokkal jobb, de amúgy 26-ban volt, 7-ben tutira a főszereplő volt a reprezentáció, és amúgy 31-ben szerintem nem volt, de ezeket általában még azelőtt jelölöm be, hogy olvasnám a könyvet, és ha ilyen mellékszereplő szinten jelenik meg, akkor nem biztos, hogy visszamentem bejelölni. Egyébként van benne ilyen lebontás is, hogy pontosan mi volt, de azt se írtam úgy, hogy jól össze tudja szedni a statisztika. Oké, és még a szerzőknek a lebontása van hátra. Itt is lehetett jelenni, hogyha a szerző más nemzetiségű volt, igazából mármint bőrszínre, az a person of color reprezentáció szintjén. 6 darab volt, aminél én úgy tudom, hogy a szerző az nem fehér, és 58 volt, ami meg fehér, ami... Ez pont egy olyan dolog, hogy nem, tehát én a nemzetiséget figyelem leginkább, hogy abból tudjak minél többet. Szóval amúgy 3 ázsiai, 2 afroamerikai és 1 afrikai szerzőtől olvastam ilyen reprezentáció szinten. Az, hogy milyen nemű szerző írta, ott 5 volt, ami több szerző, ahol vegyesen voltak a nemek is, tehát én akkor jelöltem több szerzősnek, hogyha vegyes neműek voltak. 11 volt férfi által írva, elsöprő arányban 42 nő által írva, és 6 darab könyvet olvastam, amit nem bináris ember írt. Hát nacionalitás szempontjából, ez remélem jól mondom, szóval nemzetiség szempontjából pont a fele az olvasásaimnak amerikai volt, mivel hogy idén próbáltam arra figyelni, mármint hogy idén az volt a cél, hogy ott olvassak, amit biztos élvezek, szóval így kevésbé nyúltam ilyen komfortzónán kívüli könyvekhez szerintem. Aztán magyar volt a második legtöbb, a Wings of Fire miatt a venezuelai volt a 7., vagy abból 7 volt, ami a 3. legtöbb, de van itt szenegáli, új-zélandi, igen, orosz, Venezuela, Svájc, Belgium, brit, nem is volt sok britem amúgy, volt olasz, román, nigériai, tajvani, ír, ausztrál, japán, igen, italián, jó, ezek voltak. Tehát igazából ez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Na mindegy, tehát nem volt olyan sok most, idén, mindegy. Meglátjuk, jövőre jobban meg tudom-e tolni. Amúgy, akitől a legtöbbet olvastam könyvet, és ugyanaz a szerző, az nyilvánvalóan Tweety Sutherland volt, szóval szintén Wings of Fire, de ez annyira ez nem lényeges nekem ilyen szempontból.
És az, hogy új szerző vagy olyan szerző, akitől már olvastam, egyébként 39 könyv volt olyan szerzőtől, akitől már olvastam, az összesből és 25 új szerzővel ismerkedtem meg idén. Igen, a sorozatok miatt ez ilyen, meg ez a statisztika szerintem úgy is számolja, hogyha mondjuk olvastam, még nem kezdtem annyira idén olyan sorozatot, ami olyan szerzőtől volt, akitől nem olvastam volna előtte. De hogy például, például, ugye Holden Rose-tól olvastam 4 könyvet idén, és amikor az első könyvet olvastam tőle, akkor még ugye azt jelöltem, hogy új szerző, de a másik 3-nál meg azt jelöltem már, hogy már olvastam tőle, szóval. De így is, tehát ez magyarul 25 különböző szerzőtől olvastam új könyvet, és 39 könyv volt olyan, aminek olyan volt a szerző, hogy előtte már olvastam, ezt így lehet talán a legjobban megfogalmazni. Igen, és az összes különböző szerző, akitől olvastam, tehát összesen 41 különböző szerzőtől olvastam. Szóval ez egy ilyen tök fun kis statisztika, nekem nagyon tetszik, úgyhogy idén is fogom vezetni, mert szerintem tök jó dolgokat lehet benne így nézni, hogy tök jó dolgok vannak benne már beépítve. Meg nyilván, hogyha jön valami újítás, amit én szeretnék beleépíteni, beletudom, tehát például az új könyvekhez már hozzáadtam egy oszlopot, hogy recenzió-e, csak hogy én is lássam, hogy az így milyen az aránya számosítva, mert ebben is láttam, de nem annyira, így jobban szeretem, lesz róla diagram, vagy nem tudom. Ha, igen, úgyhogy így nagyjából ez volt a 2023-as statisztikám. Én nagyon szeretem még mindig a statisztikákat, azért is vezettem, jó nézegetni. Úgyhogy tényleg így 2024-re külön ilyen célkitűzésem nincsen, tényleg 40 könyvet állítottam be Goodreads-en, az olyan teljesíthető mennyiség, illetve olyan könyveket szeretnék olvasni, amiket így élvezettel tudok olvasni, és ha valami nem megy, azt félbehagyom. Ennyi. Ennyi a célkitűzésem 2024-re. Remélem, hogy mindenki örül, hogy ez a videó így visszatért, mert tudom, hogy voltak, akik írták, hogy a statisztikásat várták a legjobban, miután mondtam, hogy az nem lesz 2023-ban, mármint a 2022-esről, úgyhogy most itt van a 2023-as, ez jó hosszú is volt, jó sok minden volt benne, és hát majd meglátjuk a 2024-es, hogy fog kinézni. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!